fő profilunk a monohorokgyártás. Ennek különböző megmunkálási részei vannak, az egyik fontos CNC megmunkálási része a vonógömb előállítás. CNC gépeken állítjuk elő, esztergálás és marási műveletben. Egy új technológiát akartunk letelepíteni, ezért felkértük a Waltert, hogy segítsen ennek a megoldásában. Tehát egy az egyben nem csak szerszámot, hanem technológiát is vásároltunk tőlük, tehát egy supportot kaptunk tőlük megmunkálásra. Ez, ha percekben nézzük, volt egy termékünk, amit 3 gépen 22 perc alatt gyártottunk, egy új géppel, új technológiával, Walter supporttal, ezt egy gépen 4,5 perc alatt érjük el most. Ha még egy más gyártó által szállított Maró 200 darabot bírt ki, addig egy Protomax Maró 1200 darab terméket tud előállítani. A Walternak van saját élezése, ezért ennek megfelelően az ő szerszámokat hozzájuk küldtük ki élezésre, így igazából 95%-ban ugyanazt az éltartamot visszakapjuk, mint egy vadi új szerszámnál. Bemutattuk az újabb szerszámainkat, jobb eredményeket értünk el, úgy lett egyre több szerszám bevezető és egyre több szerszámot használnak tőlünk. 2 évvel ezelőtt leteszteltünk egy Protomax ST nevezetű szerszámot. Ennek a bevezetése meg is történt. Sajnálatos módon az élezése viszont nem a Walternél történt, hanem helyi lokális élezők csinálták ezeket az élezéseket. És sűrűn előfordult az a probléma, hogy jóval kisebb darabszámot tudott a lokális élező által megélezett szerszám, mint a gyári szerszám, és kisebb technológiával is tudtak dolgozni. Ennek a különösen jó teljesítményű Marónak így az előnyeit elvesztették azzal, hogy nem éleztük meg. Addig-addig próbálkoztam, még megengedték, hogy elvigyek egy szerszámot, és bebizonyíthattam azt, hogy a gyári élezés mennyivel jobb, mint a lokális élezés, tehát amit itt csinálnak Magyarországon, teljesen más bevonat, teljesen más profillal. Nagyon fontos az, hogy nem csak a szerszámnak az ára, ami ugye hát a Walter szerszámokról ugye nem jellemző az, hogy olcsó, hanem inkább mind az éltartam, és ami nagyon fontos, a termelékenység az, ami fókuszba került, és a termelékenységgel tudtuk meggyőzni a partnerünket, hogy nálunk kell élesztetni a Walter-es szerszámokat. Ugye az, amit még kínálunk itt az élezésen belül az ügyfeleinknek, hogy nem csak az, hogy az általunk élezett szerszám ugyanazt tudja, mint az eredeti, hanem összesen 3-szor tudjuk úgy megélezni, hogy garanciát válunk ezekre a szerszámokra. Azt jelenti, hogy ha nem működik az élezett szerszámnál az, ami az eredetinél, akkor újraélezzük ingyen és bérmentve. Ez egyfajta biztosíték az ügyfél felé is, hogy mi bízunk a saját termékünkben és a saját újraélezésünkben, ugye, ami ugyanott van, ahol az új szerszám is készül, ami egyfajta garancia arra, hogy tényleg a szerszám az teljesen megfelel az új szerszámnak. Tehát a Walterrel, ahogy a kapcsolat elindult, egyre több szerszámot átállítottunk Walterra a tesztek alapján, mindent leteszteltünk, mindennek megtérülését kiszámoltuk, és ezek alapján bevezettük a Walter szerszámokat egy más gyártó által használt szerszámok helyére. Elindult egy olyan folyamat, hogy egyre több lett a Walter szerszám, és ezt szerettük volna kontrollálni. Ezért egy Walter-től egy automatát vettünk, amit letelepítettünk, az összes szerszámunkat belehelyeztük az automatába, ami egy teljes full kontrollt ad a szerszám felhasználásra, napi riportokat kapok, ebbe tudjuk tárolni az élezett szerszámok kiadását, bevételét, új szerszámok kiadását, bevételét, tehát az egész folyamat kontrollálva lett. Innentől kezdve az élezési folyamat automatikusan működik, mindent készhez kapunk, a tárolódobozt, a címkét, mindent belerakjuk a dobozba, rátesszük a címkét, telefonálnak a szállítónak, automatikusan elviszik. 2-3 héten belül a megadott időponton belül fúrokat, 2 héten belül marokat, 3 héten belül automatikusan kapjuk vissza, megélezve, riporttal együtt, hogy mennyi a költsége, tételesen szállítóval számlával. Walter automata az egy megoldás az én számomra, ami azt jelenti, hogy nem csak a Walter szerszámokat kell, hogy tudja kezelni, hanem a teljes cég skáláját kell, hogy kezelje. És ebben partnerek és ugyanolyan cikkszámcsoporttal, ugyanolyan részletes adatokkal föl van minden töltve az automatába. A kollégák által említett és bemutatott élezési folyamat, illetve az élezési szolgáltatás a Walter Multiply keretein belül működik.
a Walter Multiply több részből összetevődött szolgáltatási csomag, amellyel a vevőinknek a termelékenységét, illetve a versenyképességét igyekszünk növelni. Négy különböző szolgáltatást tartalmaz, az egyik a szerszámfelújítási szolgáltatás, ezen belül a reconditioning, ugye az érezés, újrabevonatolás, a másik a tervezési szolgáltatások, itt beszélünk teljesen új projektekről, tehát új munkadarabok felszerszámozásáról, valamint beszélünk akár gyártási folyamatok tervezéséről, akár érlezési, szerszámbeállítási műhelyeknek a layout kidolgozásáról, annak megfelelően, hogy a gyártási folyamatok egymás után hatékonyan tudjanak működni. A következő szolgáltatási csomag logisztikai szolgáltatások, ezen belül megkülönböztetjük a tool managementet. A másik logisztikai szolgáltatás Pali által említett automaták. Különböző automaták vannak, ugye értelemszerűen a Walter nem gyárt automatákat, plusz szolgáltatásként nyújtjuk ezt, ami ebben megkülönböztet minket a versenytársainktól az a szoftver maga, az viszont egy nagyon fejlett, illetve direkt forgácsoló cégekre kidolgozott szoftver, biztosítja a gyártás folyamatosságát, le tudja kezelni a, nem csak a szerszámokat, de készülékeket, mérőeszközöket, CNC programok és minden egyéb gyártáshoz szükséges információk kezelését. A negyedik ilyen dolog a Multiply-on belül a tréning szolgáltatás. Ez egészen specifikus tréningeken keresztül, akár alapforgácsolási tréningeket is jelent. Ezt meg tudjuk csinálni a vevőtelep helyén, a saját budapesti irodánkban, szükség esetén akár a Tübingeni Technológiai Centrumunkban. Itt nem elsősorban termékspecifikus tréningekről beszélünk, tehát ez nem egy product tanfolyama vevőinknek, hanem tényleg ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak dolgozni, ahhoz az ötleteket, illetve a megoldásokat.